Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Mecseki láthatatlanok, túlélő mesélt a Pécs TV-nek. Újszülött, 9 év után született örvös pekari a pécsi állatkertben. Női kosárlabda, kikapott a Beac Pécs. 63 évvel ezelőtt ezekben a napokban már javában zajlott a szovjet megszállás elleni harc a mecsekben. A mecseki ellenállók, vagy ahogy újabban nevezik őket, a mecseki láthatatlanok közül már csak ketten élnek. Egyikük most ismét Magyarországon van, személyes élményeiről Kis Harsányi Kúriáján mesélt stábunknak. 1956-ban egész Magyarországot forradalmi hangulat uralta. A fiataloktól és munkásoktól kezdve az egyetemi hallgatókon, polgárokon és az értelmiségen át legtöbben a rendszerváltást követelték. Egy rendszert megbuktatni, manapság ezt nagyon nehéz elképzelni, de 60-70 évvel ezelőtt ez csak erővel lehetett volna. Erővel lehetett volna attól a pillanattól kezdve, hogy november elején az egész nagyhatalmi közeg úgy alakult Európában, hogy a szovjet érdekszférát a szovjetek nem akartak, nem szándékozták feladni, és bevonultak Magyarországra. A szovjet csapatok november 4-én szállták meg Pécset. Aznap elhangzott a felszólítás, fel a hegyre. A mecseken, a Tettye környékén, a Büdös kútnál és a mecsek kapui csigalépcsőnél a szinte eszköztelen vagy elavult fegyverekkel felszerelt ellenállók csapatai együttes erővel szálltak szembe az addigra tankokkal érkező szovjetekkel. Az akkor 16 éves Farkas Józsefnek 56 novemberében a munkásszállón két választási lehetőség adtak. Vagy elmegy Budapestre, hogy az osztrák határon az ENSZ csapatokat biztosítsa, vagy megszökik és beáll a megszállók elleni harcba. Kérdeztem a Takács Attila, a lezredes volt a laktanyában, a határőrség laktanyában, hogy mi történt azokkal, akik mentek az ENSZ csapatok biztosítása. Hát azt mondja, hogy mentek be Pestre, és Pesten már várták őket, az ávósok vagy kik, és mind agyonlőtték. És akkor úgy, hogy én azt hiszem, hogy jót választottam, hogy fölmentem a mecsekbe. 56-ban a mecseken tartott legtovább az ellenállás. Azok, akik megmaradtak a mecseki csoportokban, kisebb akciók után november 16-án az osztrák határ felé indultak. Végül Jugoszláviában kerültek hadifogságba. Az akkor 16 éves József innen Új-Zélandra emigrált, ahol megnősült és saját éttermet nyitott. Magyarországra először 1990-ben tért vissza. Azóta Kisharsányban hangulatos vidéki kúriát épített, ahol évről évre néhány hetet is eltölt. Az úgynevezett mecseki láthatatlanok vagy ellenállók közül már csak ketten vannak életben. József és az 56-os mecseki ellenállók történetét a szerda esti Pécs lexikonban bővebben is megismerhetik. Történelmi kiállítás nyílt a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont történeti gyűjteményének osztályán. A nézőpontok 1956, a civilektől a nagypolitikáig című tárlattal bemutatják az 1956-os forradalom előzményeit és az utána történteket. Egyéb kiállításokkal ellentétben ezúttal az akkori mindennapi emberek látásmódján keresztül ismertetik meg az érdeklődőket a forradalommal. A szervezők szerint így könnyebben tudnak a látogatók azonosulni azokkal a személyekkel, akik egykor tehetetlenül belekerültek a háborús közegbe. A kiállítás november 29-éig tekinthető meg. Kilenc év után született örvös pekari a pécsi állatkertben. Bár az örvös pekari nem számít ritka fajnak az európai állatkertekben, Magyarországon jelenleg a pécsivel együtt csak 4 állatkertben látható. Alig egy hónapos, de már is élénken vadászik ennivaló után a pécsi állatkert legújabb tagja. Csaknem egy évtized után először született örvös pekari Pécsett. A mecseki zó mellett csak 3 olyan állatkert van Magyarországon, ahol a látogatók megtekinthetik a Dél-Amerikában honos emlőst. A többi malac félétől eltérően a pekarinak 3 gyomra van, azonban nem képes kérődzésre.
Az állatnak fiatal korában világos barna a szőre, amely idővel a felnőtt kor elérésénél veszi fel a végleges fekete színét. Valószínűleg amiatt köszöntött be a szaporulat, mert az idejében egy kicsit átalakítottuk ezeknek az állatoknak az étrendjét. Sokkal több állati fehérjét kapnak, mint az elmúlt években, és úgy néz ki, hogy az új étrend megtette a hatását. Korábban is voltak már nálunk szaporodó képes állatok, viszont a legutolsó malac, aki nálunk született, pont a mostani kicsinek az apja, aki 2010. január 1-én látta meg a napvilágot újévi jövevényként. A gondozók szerint ez idáig még nem azonosították a kis pekari nemét, így még nevet sem kapott. A csapat többi tagja egyelőre óvja a legkisebb malacot, viszont nem ritka, hogy az állatkert legfiatalabb tagja megmutassa magát a látogatóknak. Az örvös pekari kedvenc eledele a sütőtök emellett imádnak túrni is. A gondozók legtöbbször egy levélkupacba rejtik az eledelt, az állatok azt pedig gyorsan meg is találják. A Pécs TV-t Baranya Bence Boton tudósította. Sporttal folytatjuk. A Peac Pécs az NKE csatát látta vendégül a magyar női kosárlabda bajnokság 7. fordulójában, a Lauber Dezső sportcsarnokban. A mérkőzést megelőzően a pécsi lányok megszakították a 6 meccs óta tartó nyeretlenségi szériájukat. A Peac Pécs 6 mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát szakította meg a női kosárlabda bajnokság 6. fordulójában, amikor 6 ponttal legyőzték az Alaegerszeget. Meszlényi Róbert együttese a 7. játéknapon az NKE csatát látta vendégül. Az első negyedet magabiztos játékkal uralták a pécsiek, akik mind a védekezésben, mind a támadásban jól szerepeltek. A második negyedben sokkal kiegyenlítettebb volt a játék képe, és a vendégek szépen kidolgozott akciókkal lépést tartottak a pécsiekkel. Ez mindig egy óriási fegyvertény, hogyha sikerül megvernünk egy Európa kupás csapatot, főleg idegenbe. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy győzelem volt. Ahogy érzem, végig kontrolláltuk a mérkőzést, és gyakorlatilag, ahogy látható, 34 percen keresztül vezettünk, és úgy éreztem, hogy kézben van a mérkőzés. A második félidőben a pécsiek elkészültek az erejükkel, ezt kihasználva a vendégek gyors támadásokkal viszonylag könnyű kosarakat szereztek. A találkozó az utolsó másodpercekig tartogatott izgalmakat, ekkor egy pécsi hiba miatt megszakadt a hazai támadás, és a vendégek lepörgetve az utolsó másodperceket 75-80 arányban győzelmet arattak. Azt gondolom, hogy ez a csapat nem bírja el ezt a szerda-szombat mérkőzést. Ennyi utazással én ezt jeleztem nyáron is a vezetőségnek, hogy ez a csapat nem alkalmas, sem játéktudásban, sem pedig fejben nem bírják. Nekünk meg kell várni, míg lemennek ezek az Európa kupás meccsek, és akkor tudjuk majd rendezni a sorokat. A Peac a következő mérkőzésen javíthatja mérlegét, amikor a DVTK Miskolcot fogadják. A találkozót november 7-én csütörtökön játsszák a felek. Főpíreink még egyszer néhány mondatban. Mecseki láthatatlanok, túlélő mesélt a Pécs TV-nek. Újszülött, 9 év után született örvös pekari a pécsi állatkertben. Női kosárlabda, kikapott a Peac Pécs. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Kedd este túlnyomóan borult lesz az ég Pécsett. Az éjszaka folyamán kisebb záporokra számíthatunk. Szerda reggelre megszűnik a csapadék, a levegő mintegy 11-12 fokig hűl le. Szerdán változóan felhős napos idő várható, számottevő csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15-16 fok körül alakul. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Viszontlátásra! A műsorvezetőt Láncos Benkő Tíma öltöztette.